Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma január 4-én. Méghozzá elhoztam nektek a Lenormand kártyáimat, a Kiro Maketitől Gilded Reverie Lenormand kártyákat, méghozzá kettőt. Miért kettőt? Egyik oldalát megnézzük neked, a másik oldalát a párodnak. És elhoztam neked a csokimat. Herzklopfen in Doppeltakt, az azt jelenti, hogy a szívverés dupla taktusba, szóval, hogy nem csak a tiéd ver, hanem együtt ver a két szívetek. Mielőtt persze a kártyát kell venni, fogom meg, kérlek, hogy hunyd be a szemed, és küldd el gondolatban, amit tudni szeretnél, és... De legelsőbb élvezd a hegyi kristály hangtál rezgését. Koncentrálj önmagadra. Nézzük most, mi van közöttetek, hogy megnézzük. És az ő oldalára szintén koncentrálj, mit kell, hogy tudjál ő vele kapcsolatban. Mit kell, hogy tudjál ő vele kapcsolatban. Hát a gyűrű már itt van, ez biztos. A csillag is itt van, ez is biztos. Ezt tükrözitek szintén egymásnak. A te oldalad, szóval neked hiányzik még egy kis bátorság, egy kis merészség, egy kis erő, hogy elinduljon ez az egész, mint ahogy látod. Hogy elinduljon ez az egész, hiányzik még neked itten valami egy kicsi. Ahogy látom, a gondolataidban itt van, hogy megtiltsz valamit önmagadnak, betiltsz valamit önmagadnak. Lehet, hogy az is játszik szerepet, hogy ezt állandóan csinálod, vagy pedig egy komoly kapcsolatra gondolnál, szeretnél egy komoly kapcsolatot, ami szívből szívbe, így kisugároz, hogy a hídon találkozzatok, hogy mind a kettő egyenrangú legyen benne, de félsz is, megtiltod. Lehet azért tiltod meg, mert vagy az egyik közöttetek még nem szabad, lehet házasságban van, vagy ilyen dolog is lehet benne, vagy pedig, hogy arra vágysz, és ezt betiltod magadnak, mert lehet, hogy nem látod elég reálisnak, vagy nem mersz lépni. A szívedben azt látom tényleg, hogy maszkot hordasz, még nem találtad meg, még, hogy mit akarsz, nem tudod, hogy még mit akarsz, ide-oda egyik részből vonz, és gondolsz rá, másik részből betiltod magadnak, szintén a szívedben úgy látom, hogy lesed ezt az egészet, és nem tudod, hogy hogy is fog ez alakulni, és várod a szívedbe a kellő pillanatot, hogy akkor fogsz majd cselekedni, és... Hogy fog ez tovább menni, ahogy látom, a hűség itt van nálad, szóval hű vagy a lelkedbe hozzá, már több életen keresztül hű vagy hozzá, ez tényleg a csillag, ez egy pozitív szimbólum, az kivilágítja az egészet, az föntről vezeti az egészet, és ilyen mély bölcs tudás itt van benned, ilyen mély bölcs tudás, és tényleg már régóta szeretnéd, hogy ez alakuljon, szeretnéd, hogy ez a mély bölcs tudás, amit már magadban van, vagy amit magadban már felismertél, hogy ezt kifejleszed, vagy hogy ez tovább alakuljon, ez neked a gondolatod, vagy ezt szeretnéd létrehozni.
a lélektársadnál szintén, vagy az ikerlángodnál, vagy a párodnál, egyszerűen csak a párodnál úgy is lehet, mert mindig van valami lelki szerződésünk, bármilyen párral vagyunk együtt, mindig van feladatunk, mindig van leckénk. Mint ahogy látod, ő arra gondol, hogy hogy is tudná itt a nyitját megtalálni, hogy is tudná ezt megoldani, milyen téren tudná ezt megoldani, hogy tanálná meg a nyitját erre, hogy hogy is alakuljon ez közöttetek. Ha rád gondol, nagyon mély érzései vannak, és nagyon szeretné, hogy ez gyorsan pozitív irányba alakuljon, de itt van még tényleg a rók. A rók az mindig egy kis hamisság. Lehet, hogy nem mondta még ki teljesen, amit gondolt, hogy egy kicsit visszatarti, az is játszhat itten egy szerepet, mert ez a gondolatokban itt van nála. A szívében ez a nagyon nagy vonzó erő, ez a nagyon nagy láng, amit érzel, ez egy nagyon nagy szenvedély, ami itt van a szívében, amit irántad érez, és szeretné tényleg ezt a komoly kapcsolatot, ezt a szerelmi kapcsolatot veled érni, ez a vágyad, ezt nem tudja létrehozni, hogy is. A gyűrű a fején áll. A gyűrű a fején áll, és szeretné tényleg, hogy a föntiek, vagy az univerzum föntről segíts ezt az egészet, vagy hisz abba, hogy az univerzum vezetni fogja eztet, érzi eztet, hogy ez egy különleges kapcsolat, és hogy fog ez tovább alakulni, mint ahogy látod, itt van, el fog az útján indulni feléd. Habár fél, meg habár tudja, hogy tényleg elsőbb nagy sérelmeket kell, hogy okozzon, vagy lehet, hogy nagy sérelmek fognak ezen keresztül jönni, ami tényleg a házba van, otthon van, a házba van, vagy tudja, hogyha a szív útját választaná, hogy az otthonában nagy sérelmek lennének, esetleg fájdalmak lennének, mert valamiről le kellene, hogy mondjon a szerelem véget. Úgy látom ezt az egészet. Húzunk most egy-egy kártyát még ebből az angyalok, a szerelmi angyalok üzenetéből, egyet neked, egyet neki, és mi köt össze benneteket? Az köt össze benneteket, hogy egy beszélgetés fog létrejönni közöttetek szívből szívbe, és hogy őszintén beszéljetek az érzéseitekről. Neked az jött, hogy az eljegyzés, a felóbung, az mindig azt jelenti, az eljegyzés, az mindig az, hogy valamit ígérni fog. Lehet, hogy nem most épp a gyűrűre fókuszálj, hanem hogy valami ígérés lesz, egy új lépcső, egy új emelkedés ebbe a kapcsolatba, hogy lehet, hogy megígéri neked, hogy beszélni fog veled. Például azt is jelentheti. Neki az jött ki, hogy az új szerelem, te vagy egy új személy, felkavarta neked a romantikus érzéseidet, habár ő még visszavonulásban van. Mert ide elérkezett az idő befelé fordulni és a világtól visszahúzódni, azt mondják ezek a kártyák. Most kérünk még egy-egy szívecskét, kérünk neked egyet, hogy mit, hogy vere a szíve te neked, az ő szíve, és vere a te szíved ő neki, valami van közöttetek, ami még egy titok, és minden akkor fog kijönni, és minden, amikor eljön az ideje, hogy hamarosan ki fog jönni. Az ő szíve azt mondja, hogy igen, a nevetés az a legjobb terápia a Földön, hogy szórakozzatok egymással, ne felejtsétek el, hogy a szeretet a legjobb gyógyító, a könnyedség, ez jött neked ki, valamint a te szíved pedig azt mondja neki, hogy igen, a barátság is fontos, hogy ápolt legalább a barátságot közöttünk. No, ez volt nektek az üzenet, a szívetek dupla taktusba ver, remélem jó mondtam, hogyha nem jó mondtam, javítsatok, szívesen elfogadom, írjátok be a kommentbe.
ha tetszett, lajkoljatok, és hogyha legközelebb szintén velem tartani szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Szívesen megoszthassátok szintén a videómat, hogy több, még több lelket ez a videó elérjen, aki egy ilyen lélektárs kapcsolatban van most per pillanat, és nem tudja, hogy, nehéz neki, hogy ez egy kicsit segítsen, egy kis útmutatást adjon neki. Szeretettel köszönöm, hogy megnéztetek, és búcsúzok tőletek legközelebbig. Sziasztok, Valéria!